Köszöntöm kedves nézőinket, Önök az Ismerős című műsorunkat látják. Mai beszélgető vendégem Bocskor Biborka, Magashegyi Undergroundnak az énekesnője. Szervusz, Bibor! Szervusz! Na hát, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Én is. Kezdjük akkor az elején, hogy hogyan indult nálad ez az egész éneklés dolog. Gyerekkorban már így apuval, anyuval énekelgettetek, zeneiskola? Minden volt, igen, de talán hát azzal kezdhetném, hogy egészen picike voltam, és hát azt mesélik a szüleim, hogy engem ez a fajta dimenziója a világnak nagyon érdekelt. Hát odahaza a székely emberek mindig énekelnek, hogyha valami baj van akkor is, hogyha nincs baj akkor is, ha isznak akkor is, ha dolgoznak akkor is. És én erre tátott szemekkel tudtam és szájakkal figyelni, hogy mi történik ilyenkor, amikor valaki énekel vagy zenél. Azt én nagyon-nagyon szerettem. És aztán a kommunizmus ideje alatt a szüleim egy másik városba voltak kénytelenek dolgozni, ezért a nagyszüleimre voltam hagyva. Nagymamám egy Csíkszentmártonba. Szentmártonba. Igen. És nagymamám egy ilyen hatalmas, magas, gyönyörű nő volt, aki varrónő volt, és egész nap énekelt nekem is. Van nálunk egy ilyen szokás, egy vallásos szokás, hogy imádkozásokra járnak a nők külön, de van, amikor bevonják a férfiakat is, de inkább a nők. És akkor oda mindig elvitt nagymamám engem, és hát ott tanultam egy csomó éneket végül is. És hát nagyon szerettem ott lenni velük. Úgyhogy én úgy tekintem, hogy innen indul nekem ez az egész fajta kommunikáció, mint éneklés. Ennek a fajta kommunikációnak a megszeretése. Aztán zeneiskola? Aztán igen, bár a szüleim... Hogyan képezted magad? Igen, bár a szüleim annyira nem hittek abban, hogy művészetekkel kellene foglalkozni, de kérésemre elvittek zeneiskolába, Csíkszeredában, már ott kezdtem a 6. osztályt. És egészen, amíg végeztem a liceummal, Csíkszeredában tanultam zeneiskolában. Ének belkántó szakon végeztem. És aztán úgy döntöttem, hogy Marosvásárhelyre fogok színművészetire felvételizni mégis. Úgyhogy egy kicsit kisiklott a zenétől az életem, de nem. Aztán hogyan jött ez a színésznek felvételizel mégis? Hát ez összekapcsolódik. Valószínűleg a fejemben úgy összekapcsolódott. Mindig szerettem azokat a dolgokat, amik nem annyira direkt dolgok, nem annyira földhöz kötött dolgok, nem annyira materiális dolgok, és valahogy ezt a színészetet is, és a zenét is egyfajta metakommunikációnak tekintem. Úgyhogy valószínű, hogy ebben volt egy a zene és a színház ott nekem a fejecskémben, a kamasz fejecskémben. Mennyit végeztél el te a Marosvásárhelyi színművészeti egyetem? Marosvásárhelyi színművészeti egyetem 3. évének az elején úgy döntöttem viharosan, hogy mégsem szeretnék színházzal foglalkozni. És ez is a lázadó korszakomnak egyik gondolata volt, amit nem bánok azóta sem, mert tehát ez lett az én utam. De úgy éreztem, hogy lázadnom kell a közszínházi elvek ellen. Aha. Valahogy nekem nem volt kényelmes. Nem volt kényelmes az az időszak. Láttam nagyon sok jó előadást, ami nem függött össze azzal, amit tanítottak nekem. Aha. Láttam kiváló román színházi előadásokat, Hauswater, meg ilyeneket, és én abba úgy beleszerettem. És a klasszikus színházat annyira nem akartam csinálni én akkor. És akkor? Döntöttél úgy, hogy nekimész meg a sztárnak? Nem. Hát ez egyáltalán nem jött. Nem mint egy folytatásos film jött az életembe. hanem egyszerűen akkor azt mondtam, hogy ha lázadok, akkor lázadjak szépen. Akkor én összecsomagolok. Volt egy nagyon olcsó Art Deco órám, talán műanyagból, és azt megállítottam a lakásomba, és felszálltam éjszaka a buszra, a vonatra is hazautaztam Csíkban. És azt mondtam, hogy én a lehető legegyszerűbb életet szeretném választani magamnak, a parasztasszonyokkal, a gyerekekkel, a virágokkal, a paraszt élettel. És akkor hazamentem,
És elkezdtem élni az életemet. Persze a krumpli közé elkezdtem ültetgetni a reborborát, meg a, mit tudom én, amit felírt az eszem, ami nem volt annyira szokványos, de aztán egy idő után úgy éreztem, hogy nem tudom lekötni az energiáimat, marad egy csomó fölösleges. Nagy álmom volt az, hogy egy csomó gyereket magamhoz fogadok, és én majd velük fogok foglalkozni, meg ilyenek, de aztán valahogy nem segített engem az az út. És akkor megint csak egy hirtelen felindulásból eljöttem Budapestre. Uh-huh. Hát tulajdonképpen szétnézni. És itt volt egy csomó színész barátom, és ők... Így akkor ők, akikkel te együtt jártál egyetemre, ők közben elvégezték az egyetemet, és ide jöttek? Vagy, hát vagy nem. Hogyan színész barátok? Úgy, hogy a Marosvásárhelyi színházból egy nagyon tehetséges osztálynyi ember, akik ott végeztek, ők kiszakadtak Magyarországra. Azt hiszem, hogy Novák Eszterrel csináltak színházat itt akkoriban. És akkor itt velük találkozgattam, nagyon jól éreztem magam. És ez mikor volt? 2000? Hát 2003-2004, nem tudom annyira a számokat fejbe tartani, vagy egyáltalán nem is érdekelt soha annyira. És ők mondták azt, hogy menjek el ebbe a tehetségkutató műsorba, úgy sincsen most semmi dolgom, jó hangom van, meg nem tudom mi. És akkor így, hogy ne érezzem azt, hogy nem csinálok semmit, elmentem egy castingra. És egyszerűen azon találtam magamat, hogy egyre beljebb vagyok. Egyre beljebb vagyok, egyre többet tapasztalok, egyre többet tudok az egészről, egyre jobban unom, vagy egyre jobban... Hát úgy bekapott engem is az egész, meg valahogy én is le kellett emésztem az egészet. Mit tanultál meg a sztárról, hogy mit kaptál te tőle? Az a baj, hogy eszenciálisan, hogyha meg kellene fogalmazzak valamit röviden és velősen, hogy mit tanultam, az még mindig nagyon nehéz lenne, mert bár mai napig, tehát a mai napon úgy gondolom, hogy már tudok beszélni az egészről normálisan, és nem akarom eltüntetni magamtól az egészet. Nekem nagyon-nagyon fura volt, mert soha nem volt a szótáramban egyik szó sem, a két szó közül, amiből áll az egésznek a neve. Egyáltalán, úgyhogy utána is valószínű emiatt, mert ez nekem nem volt közeli, mindig pejoratív értelemben hallottam ezt a két szót, és nem is gondolom azt, hogy ez másképp lenne, de hatalmas tapasztalat volt számomra. Azt éreztem, hogy a világot varástalanította, ugyanakkor megerősített engem, ugyanakkor még jobban arra sarkalt, hogy odafigyeljek az emberi viszonyokra, az egyszerű dolgokra, ami embertől emberig, lélektől lélekig történik, és nem gépezetek mozgatják, és nem egy rossz értelembe vett, tudatos, kifontolt, nagyot akaró dolog legyen. Az, amiben részt veszek majd ezután. Úgyhogy utána szépen le kellett hámozzam magamat, mert azért ide rám is pakoltak egy csomó mindent, meg én is elhittem egy csomó mindent, úgyhogy vissza kellett keressem magamat. Nem gondolom, hogy ez egy olyan nagy dolog, mert az ember életében nagyon sokszor meg kell tegye önmagával ezt. De ez egy korszak volt, egy durva, de jó korszak. És utána hogyan indult az Underground? Underground, hát tulajdonképpen ez a szó a zenekarunkban azért létezik, hogy a két végletet minél jobban ki tudja hangsúlyozni. Persze próbálunk táplálkozni lentről, de igen, hogy visszakanyarodjak arra, hogy jött. Műsor után kerestük meg egymást Fodor Máriusszal, aki itt van, és ő írt nekem egy levelet, e-mailt, amit akkor olvastam, és nagyon nevettem rajta, és megpróbáltam poénosan válaszolni neki, mert kérdezte, hogy én most hol vagyok, meg hogy találkoznánk velem, meg hogy dolgozzunk együtt, és hogy magas egy ilyen Underground, már akkor írtam, mert ők már akkor kitalálták, hogy azelőtt, hogy legyen egy ilyen zenekar, csak nem volt énekesük, és viccből írtam neki, hogy Bocskor Biborka vagyok, tengerszint fölött 1100 méterrel, hát akkor gyere beszélgessünk. És szegény kigooglizta azt, hogy én Csíkszépvízen lehetek Hargita megyében, Erdélyben, és hogy mondta, hogy hát akkor majd le fognak jönni valamikor, és röhögtem, hogy néhány tömgyére lehetünk egymástól. És így kezdtünk el beszélgetni és dolgozni. Talán most már 7 éve. Igen. Mik voltak a kezdeti célok, mikor így leültetek beszélgetni, hogy a zenekarral
mi volt a célotok? Végül is azt valósítjátok meg? Aminek indult ez? Persze. Az volt a célunk, hogy létrehozzunk egy olyan zenekart, aminek egy hatalmas játszótere van. Aha. Egy hatalmas szabadsága van, ami nem zárja soha magát keretek közé, ami elrugaszkodik a mainstream elemektől, ami őszinte, most hirtelen ilyenek jutnak eszembe, és ezt próbáljuk azóta is tartani. De ugyanakkor meg, ami még ilyen megegyezés volt, akkor az, hogy igényes popzenét csináljunk. Aha. Sőt, emlékszem, hogy egy ilyen nagyképű nyilatkozatunk is volt, hogy meg szeretnénk változtatni Magyarországnak a zenei palettáját, vagy valami ilyesmit. Úgyhogy azt azóta is úgy nézem, hogy húha. De aztán elég erősen berobbantatok a köztudatba, kezdve ezekkel a gerilla akcióitokkal, hogy egyeségen így felbukkantatok csak úgy ilyen akusztikus minikoncerteket tartva. Ez hogyan jött? Ez mind ilyen zenekari ötletek és csak egy-egy gondolatukból létrejött események, ugyanúgy, mint ahogy a szimfonikus, majd későbbi szimfonikus koncertjeink is. Hát nem szeretünk unatkozni. A fiúk is nagyon hamar megunnak egy monotonitást, egy történet nélküliséget, úgyhogy akartunk működni, akartuk csinálni a dolgokat, és ezért kitaláltuk, hogy akkor mi is elmegyünk az emberekhez, nem muszáj csak nekik jönni oda, úgyhogy így találtuk ki azt, hogy először aluljáróba zenéltünk, arról is van egy csomó felvétel a YouTube-on, aluljáróba, aztán kávézókba, aztán jöttek később az irodák, azt egy kicsit megidealizáltuk. Azt meg hát fogaskerekű zenéltünk, mindent, amit egyszerűen ki lehetett találni, kitaláltunk. És de ez így van ma is, és így lesz a jövőben is, remélem. Sok albumotok, vagy a kisebb albumok ugye ingyen voltak letölthetőek az internetről. Ezt nem is akartátok soha, hogy ez pénzért működjön? Meg ezért is mondtátok le a fonográf jelölést, hogy az SMS díjak miatt ez a pénzkérdés. Ez nálatok, ez így hogy van? Hát a pénzkérdés az sehogy sincs a zenekarban, szóval, hogy szerintem mindenki egyfajta lila ködben él, vagy lehet, hogy mindenki más-más színű ködben él. Persze vannak racionálisabb tagok is a zenekarban, de ez minket nem motivált soha. Egyrészt, másrészt pedig egy olyan korban és egy olyan helyben és időben, vagy térben és időben kezdtünk el zenélni és működni, amikor már egyszerűen nem működött a zeneipar. Tehát már 7 éve tulajdonképpen nem működött, és hát kezdett nem működni. És nem akartunk mi ez ellen a dolog ellen menni, amikor amúgy is éreztük, hogy nem lehet. Tehát, hogy ez a generáció, ez számítógépen mindent csinálhat, kiröhögi azt, hogyha mi azt várnánk el, hogy megvegye a lemezt. Úgyhogy, és ez az egyik, a másik meg az, hogy tényleg szerettük volna megszólítani az embereket. És egy kis zenekarnak semmilyen esélye nincsen. Sem rádi, tehát nem támogatják a kis zenekarokat annyira, vagy akkor nem támogatták. Tehát mi magunknak kellett kikaparni a geszenyét, és ezekkel az eszközökkel tudtuk úgy akkor, vagy ezt gondoltuk. Mai napig is ezt gondoljuk. Hogyan születik egy magas egyáltalán szám? Mindig változó. Hogy szoktátok ezt? Változó. A legutóbbi dalok azok általában a Toldi Miklós ötlete alapján születtek. Általában ő hozott egy zenét, amit Káldon a konyhába, vagy a kamrába, vagy nem tudom, hogy hol írt meg. Ilyen a Metróhúzat vagy a Rászfeldem. És akkor azt közösen kibontottuk a zenekarral. Nagyon tehetségesek a fiúk abban, hogy meghangszereljenek egy dalt, vagy producerkedjenek, vagy egyáltalán ötletszinten is. De vannak olyan dalok, amik egy versre épülnek. Ilyen például egy Parti Nagy Lajos, vagy egy Szabó T. Anna vers, amit megzenésítettünk. Vagy vannak szövegek, amiket én írok, és abból indul egy dal. De legtöbb, egyébként a Tariska Szabolcs írja a legtöbb szöveget a Magashegyiben. Igen.
Én nem szerettem volna nyomulni ezzel olyan túlságosan, hogy most mindent én írjak, a szöveget legalábbis. Úgyhogy azért is, mert tényleg magas egy ilyen, ez öt embernek a közös többszöröse, öt embernek a közös világa. Úgyhogy én egy ilyen tolmács vagyok benne, úgy szoktam megfogalmazni. Most ugye van nektek ez a szimfonikus sorozat, ez az egyik közszolgálati rádiónak az ötlete nyomán indult el, vagy ti ezt amúgy is gondoltátok, hogy csináltok egy ilyet? Nem, és egyébként ezt sokszor megkérdezik, sőt, aztán a Kossuth Rádióban még azt is hitte a műsorvezető még műsor közben is, hogy ez a Petőfi Rádiónak a szimfonikus egyik műsora a Magashegyi. De nem, ezt mi talán még előtte kitaláltuk, de egyébként nincs is összefüggésben a kettő, mert bár kénytelenek voltunk egyfajta szimfonikus fedőnevet adni neki, azért, hogy az emberek jobban rájöjjenek, hogy miről van szó, de azért neveztük el szimfonikus remix koncertnek, hogy egy picit megkülönböztessük, mert nem egy általános szimfonikus hangzást szerettünk volna adni ennek az egésznek. De vissza fogok térni, csak elmondom előbb, hogy jött az ötlet. Amikor készítettük az Ezer Erdő lemezt, akkor már akkor vonos négyessel és fúvósokkal is kezdtünk el dolgozni, és nagyon-nagyon tetszett a fiúknak is, meg nekem is ez a vonal, és így egyszerűen csak azt beszéltük egy megbeszélés alkalmával, hogy mennyire szép lenne ezt kibontani, jobban kiszínezni, ilyen tömör, vonós szőnyegekkel, meg fúvósokkal, és hogy az milyen igazán jól szólna. És ebből a gondolatból egyszerűen így, hát elkezdtünk keresgélni, és így szépen, hát mint egy virág így kinyílott az egész a maga természetességében. És egyébként tényleg annyira egyszerű volt, mert a bőgős fiú, akit én ismertem, ő hozta össze a szimfonikusokat, a szimfonikusoknak a karmestere az a Talambának a vezetője, a Talamba az az ütőegyüttes, akivel együtt játszunk. A Talamba együttesből valakinek a felesége a kórusnak az egyik tagja, tehát így minden gyűrűzött és jött. Úgyhogy nem volt túl matekul az egész. Na és akkor így egyszerűen összejött. A Művészetek Palotájából volt először a fesztivál színpadon egy koncert, utána a Bartók Béla teremben, és mind a két koncert nagyon jól sikerült. Meglepően sokan voltak kíváncsiak, tehát mindkettő telt házzal működött. Aztán meg azt gondoltuk, hogy milyen lenne, hogyha ezt elvinnénk a Veszprémi utcazene fesztiválra. És hát ez egy ilyen merész gondolat volt, de tök jól működött ott is. Az emberek végül is utolsó pillanatban felszedték a székeket, meg mindent, és hát az emberek tomboltak, extázisban voltak, olyan energia, pingpong volt a színpadon és a nézőtéren, hogy ez eszméletlen. Egyébként klubkoncerteken is megtörténik ez, csak ez másabb, mert a szimfonikus zene az ad egy kicsi ünnepélyességet, egy kicsi... Most nem jut eszembe az a szó, amit akarok mondani, de nem a magasztusat szeretném használni, majd gondolom, aki nézi, annak eszébe fog jutni ez a szó. Úgyhogy az egésznek volt egy ilyen elsöprő flója. Ezt tervezitek, hogy további ilyen szimfonikus koncerteket csináltok, illetve hogy így hangszereletek majd még más számokat is? Hát tervünk volt, hát még a tavaly úgy gondoltuk, hogy majd csinálunk egy szimfonikus lemezt, és el is kezdtük a felvételeket, és a lemez azóta sem fejeződött be. De én valahogy úgy érzem, hogy ez jó, hogy nem fejeződött még be, mert ez is valahol a természetes ritmusát bizonyítja számomra a zenekarnak, hogy ez van. Terveztük, hogy megcsináljuk a szimfonikus lemez, de nem akartunk belecsúszni ilyen gail felhangokba, amiatt, hogy most vonósok vannak, meg minden. Például a Last Fight című dalba is annyira lehalkítottuk a szimfonikusokat, hogy tehát nem az dominál benne. Úgyhogy most jelen pillanatban, ahol tartunk, az, hogy egy elektronikusabb hangvételű lemezt készítünk, és a szimfonikus koncertek lenyomataként, itt Pécsen egyébként fölvesszük a koncertet, rögzítjük, és
képben is, és hangban is, és talán egy DVD formájában fog ez csatolódni a lemezhez. Tehát most az új lemezen, vagy hogy tervezitek az elektronikus lemez, de az mikor jelenik meg, illetve hogy milyen új számokat hallhatunk meg rajta? Hogy mikor jelenik meg, most a napokban azt beszéltük, hogy lehet, hogy tavaszra. Uh-huh. De én nem tudok ígérni semmit. Készítjük már, nagy része kész van különben. Már tavaly óta veszük föl. Tiszta vadonatúj dalok lesznek rajta. Kicsit sötét, kicsit bársonyosabb, kicsit szomorkásabb hangvételű lemez lesz. Egyelőre, amennyire én látom. Nem az a lendületes, amit eddig megszokhattunk? Hát a szomorúságnak is van lendülete. Jogos. Tehát akkor tavasszal, és akkor abból lesz egy... Dupla lemez. Dupla lemez. És ez is ingyen lesz? Hát, vagy részben, vagy... Figyelj, minden anyagunkat le lehet tölteni. Minden kis lemezt, minden nagy lemezt, vagyis hát igen, az internetről. Az, hogyha fizikai formában megjelenik, annak biztos, hogy vannak költségei, tehát teljesen ingyenes az nem tud lenni, de ingyenesen mindenki le tudja tölteni, mint eddig is. És az új album címen hogyan gondolkoztak, az is az ezer tematikát viszi tovább? Valahogy az ezer között forog az is. Igen, hát most egyelőre ezer napról beszéltünk, de aha, aztán lehet bármi. Hát, köszönjük szépen, hogy én itt is voltál velünk. November 23, ugye? Igen. Akkor jöttök Pécsre. Igen. Hát akkor, kedves nézőink, november 23-án Kodály Központban Magashegyi Underground Szimfonikus Koncert lehet menni. Köszönjük szépen a figyelmet, és köszönjük, hogy itt voltál. Én is. Viszontlátásra. Köszönjük.